Williams Televízió. Eddig csak vezetékes telefonra, de ma már mobiltelefonra is lehet kérni a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mint szolgáltatást. Ezt az állami feladatot Üllőn egyébként a Humán Szolgáltató Központon keresztül az önkormányzat látja el. Az idei változásokról kérdeztük a központ igazgató helyettesét. Az idei évtől annyi változás történt, hogy az eddigi kizárólag vezetékes telefonra működő ellátást mostantól mobil szolgáltatással is meg lehet oldani, tehát csak ezért nem kell bevezetni a vezetékes telefont. Kik igényelhetik ezt, mert ha jól tudom, hogy megszabott kvótája van Üllőváros önkormányzatának. Kihasználták-e már ezt a kvótát, vagy pedig van még lehetőség? Az engedélyünk 60 ellátottra szól. Jelenleg 49-50 ellátott van már benne a rendszerbe, tehát azok, akik úgy érzik, hogy ilyen segítést szeretnének, még jelentkezhetnek, körülbelül egy 10 fő. Itt nagyon fontos elmondani, hogy kizárólag egyedül élő ellátottak igényelhetik, akik elmúltak 65 évesek, tehát ez is nagyon fontos. És ha valaki netán nem, akkor de pszichiátriai beteg vagy egyéb súlyos betegsége van, akkor ő még bekerülhet a rendszerbe. Hisz az lenne a fontos, hogy aki mellett nincs semmilyen segítség, akkor ezzel a készülékkel, ha megnyom rajta egy gombot, azonnal 15-20 percen belül segítséget kap, egyrészt telefonosat, másrészt pedig a kollégák kimennek a helyszínre a jelzés után, és megpróbálnak segíteni, orvost hívni, vagy akár csak fölsegíteni az ellátottat. Ugye erről már a televízióban több alkalommal beszámoltunk, de milyenek a eddigi tapasztalatok? Tehát igénybe veszik az idős beteg emberek ezt a szolgáltatást? Hát amit mondtam, hogy közel 50 ember van, éves szinten egy 200 jelzés fut be. Ez a 200 jelzés nem mindig mind éles, ebből vannak természetesen téves riasztások is, de egy olyan 40 olyan riasztás szokott lenni egy év során, amikor valódi veszély van, és ebből már volt több esetben olyan, hogy valóban életmentés volt. Hisz eleshetnek az idősek, nincs segítség, kiülés veszélye áll fönt, vagy csak egyszerűen az idős betörőt látott a környéken, és szerette volna, ha valaki kimegy, és meggyőződik róla, hogy valóban kik járnak a környéken. Tehát ez a 40 esetben mindenképp fontos és komoly beavatkozás történt, ami lehet, hogy kis számnak tűnik, de ha csak egy életet is megmentettünk ezzel, akkor azt gondolom, hogy ez egy komoly segítség. A Üllőváros mekkora pénzt, forrás kap erre a feladat? Hát az anyagi támogatás sajnos az elég kevés, az évek során jelentősen lecsökkent. 1,5 millió forint körüli az az összeg, amelyet az önkormányzat központi támogatásból kap. Ehhez még 3-4 millió forintot bizony hozzá kell tenni évente, hisz ennek a díja, a szolgáltatás díja, amit az idősek fizetnek, jelképes összegű, és valóban 1500-től maximum 3000 forintig terjed. Tehát ez egy jelképes hozzájárulás, de az önkormányzat fontosnak tartja azt, hogy az idősekről ilyen formában is gondoskodjon, és ezt az összeget évről évre a képviselőtestület megszavazza az ellátáshoz. William.